Az Isztambul Féti negyedében álló Ája Szofia székesegyház a középkori építészet remekeként és a kor legnagyobb bazilikájaként írta bele magát a történelembe. Az épület az Ahmed Szultán Dzsámi tőszomszédságában álló, művészettörténeti szempontból bizánci stílusú, eredeti funkciója szerint ortodox székesegyháznak épült komplexum, melyet Konstantinápoly 1453. május 29-i elestét követően az Oszmán Birodalom elfoglalt, vagy mecsetként használt. A templomot építésének megkezdésétől fogva rengeteg természeti csapás érte, ami instabillá tette szerkezetét. De hogyan is készült el ez a monumentális épület a hajdani Konstantinápoly városában? A mai videóból kiderülhet számotokra. Írásos emlékek arról árulkodnak, hogy már a 4. században is bazilika méretű templom állott a mai építmény helyén, melyet Nagy Konstantin fia, II. Konstantinus építtetett 360 körül. Az akkori épület egyes források és régészeti feltárásokból származó leírások szerint egy hosszházú székesegyházi épület lehetett, melynek mellékhajója fölött empórium zárta a teret, és nem mellesleg hozháza íves záródású volt. Ez az épület azonban 404-ben gyújtogatás áldozata lett, mivel a nép feldühödött aranyszájú Szent János szemüzetésén, és így felgyújtották az épületet, ami ennek köszönhetően teljesen megsemmisült. 11 évvel később a nagy vallás követő II. Teodézius császár újjáépítette, azonban arról, hogy ez mekkora mértékű lehetett, szinte semmilyen írásos lejegyzés nem maradt fenn. Azonban ez, az újonnan épült templom sem maradt sokáig sértetlen, hiszen az 532-ben kitört Nika felkelés során ismét rommá vált. A felkelés követő időszakban az új uralkodó első Justinianus lett, aki még ebben az évben elrendelte a ma is megcsodálható épület felépítését. A munkálatok ünnepélyes alapkőletétellel egybekötve 532. február 3-án kezdődtek, és 537-ben fejeződtek be. Az építkezésen 100 építőmester és a vezetésük alá beosztott 10 000 építőmunkás dolgozott 7 nappal látéve. Annak ellenére, hogy az építkezéshez szükséges alapanyagokat a környező települések bányáiból importálták, felépítése tetemes összegbe került, amely csak hamar a birodalom kincstári készletének kiapadásához vezetett, amely erősen megpecsételte a bizánci birodalom soron következő évszázadait. Az Ája Szófiát a megépítését követően rengeteg csapás érte. Egyfelől az építkezés miatt kialakult nincstelenség, valamint a 725 és 843 között bekövetkezett konstantinápolyi pártharcok és a képrombolás időszaka kárt tettek a belső terében, másfelől pedig 867 és 886 között összesen 23 földrengés sújtotta, aminek köszönhetően kupolája több alkalommal is beomlott. Ugyan a csapások által elszenvedett károkat sikerült helyreállítani, azonban a 10. század utolsó időszakában kupolája ismét beomlott. Az így újabb sorcsapást elszenvedett épületet végül a kor legjelentősebb építésze az örmény származású Titriádész újköntösbe öltöztette. Az újjáépítést követő időszakban elkezdődött a székesegyház hányattatott kálváriája, ugyanis miután 1000 éven át a bizánci ortodox egyház központja volt, nem sokkal később római katolikus templommá alakították, amely mellé harangtornyot is építettek. A torony korabeli lejegyzések szerint a 18. század első feléig állhatott mellette.
1317-re azonban az Ája Szófia állaga olyan mértékben leromlott, hogy az aggasztó állapot kiküszöbölésére külső támpillérek felhúzását tartották a legreálisabb megoldásnak, hogy megvédjék a pusztulástól. 1453-ban, mikor Konstantinápolyt az oszmán seregek elfoglalták, második Mehmet parancsára iszlám dzsámivá alakították, és ehhez mérten egy fából ácsolt mináretet is kapott. Gyakorlatilag az mondható el ebben az időintervallumban az egykori ortodox bazilikával kapcsolatban, hogy fokozatosan alakult át ortodoxia szerinti külleme mecsetté, mely esetben megemlítendők Mimár Szinán pasa konstrukciós munkálatai, hiszen új támpillérekre cserélte a régi lepusztult pilléreket. A 19. században az akkori szultán, első Abdul Mejid, annak érdekében, hogy állagát megóvó munkálatokba kezdhessen, megbízta az olasz Gasparre Fossattit, hogy újítsa fel az elmúlt évezredek során igen sok megrázkódtatáson keresztül ment templomot. Jelenlegi arculatát meghatározó, az ortodoxiára jellemző mozaikjai ekkor kerültek napvilágra, azonban ezekre az építmény imaház jellege miatt gipsz réteget helyezett. Ez az állapot Kemal Atatürk időszakáig állt fenn, amikor is 1931-ben az egykori köztársasági elnök utasítására az újabb restaurációkán felfedték a csodálatos műveket. Atatürk a renoválást követően ráadásul elrendelte, hogy alakítsák át múzeummá, így az 1935-ös szekularizációját követően egészen 2020-ig Ája Szófia múzeumként működött. Az 1980-as években azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az Ája Szófia székesegyház állapota az őt ért időjárási viszontagságoknak köszönhetően rohamos pusztulásnak indult, amellyel együtt járt az is, hogy ablakai betörtek, falairól elkezdett mállani a vakolat, tetőzete meghibásodása miatt pedig a beszivárgó esővízokán beázást diagnosztizáltak. A hibák kijavítására 1993-ban került sor, azonban a kupola egy része mind a mai napig felállványozottan árválkodik. A 90-es évek elejétől tartó rekonstrukciós munkálatokat 2010-ben ideiglenesen berekeztették, hiszen abban az évben Isztambult Európa kulturális városává választották. 4 évvel később újabb mérföldkő következett be a székesegyház életében, hiszen régészeti feltárásokat kezdtek a templom környékén. A feltárások során a belsejében található falfestéseket eltávolították, hogy szabaddá tehessék eredeti mozaikjait a felújításokhoz. Érdekesség a történet végére, hogy múzeumként nem sokáig állt fent, hiszen napjainkban visszatértek az oszmán birodalom béli funkciójához, és 2020 óta ismételten mecsetként használja a török nép a világ egyik legnagyobb és legfenségesebb építményét, az Ája Szófiát. A nevének magyar jelentése szerint Szent Bölcsesség, névre keresztelt templom az UNESCO világörökség részét képezi. A szakszervezet listájára 1985-ben került fel, mint szakrális értéket képviselő komplexum. Remélem, elnyerte tetszéseteket ez a videó. Ha igen, ne felejtsetek el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhessetek a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!